Sziasztok, köszöntelek benneteket! Tétes Fazék csatornán ma egy gyors turmix receptet fogok veletek megosztani. A turmixhoz egy nagy maréknyi bébi spenót levelet látsz előkészítve. Ebbe a tálba pedig csiamagot áztattam tejbe, lehetőleg laktózmentes tejet használjál, és gyakorlatilag egy evőkanálnyi csiamaghoz egy deci laktózmentes tejet adtam. Édesítőre itt most nincsen szükségünk, pontosan azért, mert ugye a banánt is bele fogjuk tenni ebbe a kis turmixunkba. A csiamagnak a elkészítésénél arra figyeljél, hogy jó alaposan keverd össze a tejjel, tedd be a hűtőbe, és legalább egy éjszakán át hagyd, hogy ázzanak a magok benne, jól beszívják a tejet, és olykor, amikor eszedbe jut, akkor keverjél egyet rajta. Használunk még hozzá sárgarépát, pár csepp citromlevet, és még egy kevés laktózmentes tejet fogunk beletenni a turmixunkba, amivel hígítani fogjuk. Vegyünk elő egy turmix gépet. Öntsük bele a áztatott csiamagot. Adjuk hozzá a banánt. Mehet bele a bébispenót. És adjuk hozzá a reszelt répát is. Majd néhány csepp citromlevet is facsarjunk bele. Végül engedjük fel teljen, és túlmixoljuk össze. Az így elkészített turmixot véleményem szerint már nem kell édesíteni. Vegyünk elő egy poharat, öntsük bele, és fogyasszuk egészséggel. Remélem elnyerte a tetszésedet ez a gyors recept. Készítsd el te is tökéletes egy étkezés pótlására. Köszönöm a videók megtekintését, a feliratkozásokat, hamarosan érkezem újabb videókkal. Sziasztok!